Kedves szegváriak, kedves nézőink, online követőink, elérkezett a második adventi vasárnap, amikor felkérem gondolataik elmondására Csurka Zoltánné óvodavezetőt és Vigné Németh Ildikó iskolavezetőt. Átadom nekik most a szót. Szabadi Lívia, a várakozás ideje. Várom a havat, hófehéret, a száncsengét, a nevetésed. Piros sapkának fehér bojtját, kandalló tűz meleget tömtel. Várom a téli nagy csodákat, feldíszített karácsonyfákat, narancs, fahéj illatú estet, békességet, nyugalmat, csendet. Várom a családok mosolyát, a búcsút intő gondok sorát, a szívekbe költöző imát, mikor jön végre egy jobb világ. Várom karácsony ígéretét, lelkekbe lopott szeretetét, várom, hogy ne csak egy nap legyen, várom, ne kelljen várni sosem. Kedves szegvári emberek, karácsonyváró időszak, advent második vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit a költő gondolataival. Az advent a megállás, az elcsendesedés, a lelki készülődés ideje. Az idei év megpróbáltatásai közepette különösen fontos alkalmat találni arra, hogy megálljunk a hétköznapi gondok közepette. Vegyük észre a karácsonyra készülődésben rejlő apró örömöket, és mindazt, amiért hálásak lehetünk. A szegvári emberek egy csoportja, egy kis közössége gyönyörűen feldíszítette falunk központját. A Dobbantó Néptánc Együttes táncosai adventi ablakkalendáriumot készítenek. A Kurcaparti óvoda óvosai feldíszítették a csoportszobáik ablakait, amivel azt szeretnék megmutatni, hogy mi mindent adhatunk egymásnak, magunknak. Időt, figyelmet, megértést, megbocsájtást, derűt. Láthatóan feszültebb, kényszeredettebb a hangulat. Sokakat elkapott a szorongás a jelen időszakban. De tudjuk, hogy az advent egyben egymásra találás időszaka is, melynek olyan ereje van, amely képes előhívni belőlünk a jót, a szerető gondolatokat, az érzékenységet. Ne féljünk ezeket kimutatni. Ne féljünk attól, hogy gyengédek leszünk ettől. Ezek a tulajdonságok vezetnek el bennünket egymáshoz. A hit, a remény, a szeretet olyan isteni erények, amelyekben nekünk, embereknek bele kell kapaszkodnunk, hogy a mindennapok ne törjenek ketté. Talán most magunkra is több hasznos időt tudunk fordítani. Azt gondolom, ha akarunk, most tényleg a lényegre tudunk figyelni. A látványos advent helyett a család, a barátok, a szeretteink kerüljenek a középpontba. Az elmúlt időszak próbára tett bennünket. Bebizonyosodott, hogy mit tudunk kezdeni ezzel az új helyzettel. Tudunk-e felelősséggel viszonyulni egymáshoz? Tudunk-e erőt kovácsolni a hátrányból? Ki tudjuk-e használni a jó felszabadult időt? Azt kívánom, hogy mindannyian új erőre kapjunk, és megújulva léphessünk tovább a jövő felé. Magam és a Kurcaparti óvoda valamennyi dolgozója és gyermeke nevében áldott ünnepeket kívánok. Szeretettel köszöntök minden kedves advent előszegvárit. Furcsa helyzetet teremtett a 21. század kihívása, a SARS vírus, amely miatt most itt ilyen szűk körben állunk. Fogadják szeretettel gondolataimat. Egy gyertyalángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete. Advent második gyertyája a reményé, mely önmagában hordozza azt, hogy az áldozatos fáradozás beteljesedik, és elnyeri jutalmát.
az adventi koszorú fényei évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztetnek. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötétségnek örökre ebben a világban. Beszéljünk csendesen, és nézzünk körül néha, mert lehet, hogy hallgatózik valaki, írja Márai Sándor. Nézzünk körül önmagunkban és a világban, a két térfogatban, amely végtelen. Értsük meg, hogy nem vagyunk egyedül. Szemmel tartanak. Ki? Nem tudjuk. Talán mennyből az angyal. Aranyosi Ervin versével kívánok békés karácsonyt mindenkinek. Aranyosi Ervin, advent második gyertya. A második is fényre lobban, jelzi, angyal szállt a földre. Éljetek méltóbban, jobban, s várjatok az újszülöttre. Lelketeket készítsétek, a világ újjászülethet. Szóljon szívből belsőjének, nyissátok meg szeretetnek. Legyen bennünk könyörület, új megváltónk, mikor várjuk. A világ is szebbnek tűnhet, a utunkat eképp járjuk. Találd meg a belső békét, s majd, ha utad tisztán járod, élvezheted eredményét, egy csendes, békés világot. A négy gyertya, amit az adventi vasárnapokon meggyújtunk, mind jelképez valamit. A második a reményt. A reményt, amely az erőt adja a léleknek a kitartáshoz. Én azt kívánom és azt remélem, hogy a rohanó vírusfertőzött világban nem kopnak meg a fények, nem halványul a hit és a szeretet, hiszünk a szóban, őszintén szerettünk és bízunk a legjobban. Köszönöm, hogy itt voltak az óvoda és az iskola képviselői. Köszönöm, hogy követték a gyertyagyújtást az élő adásban. Viszontlátásra!